Az ablakok kiszerkesztéséhez nézzünk egy hátulnézetet, kamera, Standard Views, azt mondja top, bottom, front, back, oké. Van egy hátulnézetünk, tegyük most a paralel projekciót, állítjuk be, tehát ugye itt van egy hátulnézetünk, nézzünk át a tervdokumentációra, hogy megnézzük ott, hogy néz ki. Ugye itt vagyunk, van egy előnézetünk, alatta pedig maga a hátulnézet található el, pontosan ezt a képet kapjuk a SketchUp-ból is, és látható, hogy ugye két ablakot kell elhelyeznünk, van egy kisebb, egy nagyobb, keretekkel vannak ellátva ezek az ablakok, amelyek ugye kifele legalább a lábazattal egy vonalba helyezkednek el, tehát 10 centi a vastagsága a keretnek. Hát azt kellene majd még kitalálnunk, hogy a belső vastagsága mekkora. Azt ugye ezen a nézeten, bár ugye ez egy másik ablak, de feltételezzük, hogy ugyanakkor a vastagságuk, tehát ugye belül 1500, kívül 1700, 200 egység, balra-jobbra eloszva, tehát itt is 10 cm a vastagság. Tehát most ezzel fogunk foglalkozni a továbbiakba, föl kell mérni a ház oldalától befele 900 rajzi egységet, ezzel indítunk. Itt vagyunk a SketchUp-ba, és akkor azt mondjuk, hogy measure tape. Hát ugye lehet látni, hogy a mérőszallag, hát mi más lenne a mérnöknek a legjobb barátja. Fölmérünk 900 rajzi egységet, megkapjuk az ablak egyik élét, fölmérünk 2200-at jobbra, oké, megvan az ablakunk másik széle, majd még ugye ki kell találnunk, hogy az alsó él az hogy helyezkedik el. Ehhez képest van 2450 a következő ablak, 2450, ennek a szélessége 3200, jó? És akkor egy ellenőrző mérés, hogy elvileg 1250 a maradék, és ez így is van. Oké. Az ablakok magasságáról az előnézeti tervdokumentáción kaphatunk információt, tehát a hátulnézetből menjünk át az előnézetre. Látszik, hogy 1700 mm a keretek közötti távolság, 2400-ra van a nulla vonalhoz képest a felső él. Tehát ezzel kezdünk, vissza a SketchUp-ba. A nulla vonalhoz képest fölmérünk 2400-at, oké, és ha ez megvan, akkor ettől a vonaltól ugye lefele pedig fölmérünk 1700-at, oké. Jó, hát azt hiszem a főbb méretek megvannak, visszatesszük perspektíve a kamerát, valamint ugye mondjuk egy ISO nézetet választunk, de ez is teljesen jó. Hát egy picikét ezeket hát nem túlságosan szerencsésen vettem föl, tehát ezt még lehetséges, hogy még egyszer ki fogom mérni. Szerencsésebb lett volna, ha ehhez a vonalhoz képest van megadva, vagy mondjuk ugye a lábazat belső éléhez képest, de az azt mondja, hogy akkor 2400-ból 500 az 1900, tehát ebből fogunk menni fölfele 1900-at, és akkor megvan, és innen fogunk lefele mérni 1700-at. Oké. Jó, kerettől keretig, hát rajzoljuk be egy rectangle-lel az ablakokat. Szuper! 10 centi a frémjük, tehát kijelöljük a felületet, eltolás egy él, 100 egység, itt is ezt megcsináljuk, 100 egység, szuper, és ugye az a feladatunk, hogy ezt a felületet a push-pull-lal húzzuk ki úgy, hogy eddig snappelődjön. Oké, és hát azzal a síkkal snappelődjön. Ó, mi szuperszónikus. Meg vagyunk. Hát itt is azért reverse face, hogy szépen minden a helyén legyen. Igazándiból itt az ablakokkal készen vagyunk. Még ugye kell egy ablak, van még egy ablak, ugye itt is, hogyha megnézzük a TEV doksit, ez a jobb oldali nézeten tűnik föl. Hát azt kell kitalálnunk, hogy ez milyen messze van, de ettől az értől úgy néz ki, hogy 1150-nyire, tehát tép, 1150, és akkor innentől kezdve már nem lesz nagy baj, mert 1700 befele, szuper, itt is 100 a keret, és a magassága az ugyanott van, mint az előzőéknek, tehát ugye elvileg, hát az jó messze van, tehát azt mondjuk, hogy a felső éle a lábazattól ugye 1900-ra volt, ha jól emlékszem, az megvan, az ugyanott van, és lefele pedig akkor 1700-ra vagyunk. Oké, tehát itt is az ablak már alakul, és 10 centis frémje van, kerete van ennek az ablaknak is. Oké, és akkor push-pull-lal ezt a felületet kihúzzuk, hogy ezt kapjuk meg. Szuper! Oké, azt nézzük meg még, hogy hol van ablakunk. Van tehát még egy bal oldali nézetünk is. Tekerjünk oda, tehát itt vagyunk, így mi. Jó. Itt megjelennek ugye guideline-ok, ezeket már föl tudjuk használni, itt a lábazattal eddig jön egy metszéspont, hiszen ezeket az értékeket kellene nekünk itt is fölmérni. A ház falától 300 egységre van az első ablakunk széle, 2450 széles. Oké, az egyik, a szünet az 300 egység itt is. Jó, és 2450. Meg vagyunk. Rectangle tool. És hát a szokásos keret készítés. Jó. Kihúzzuk. Ahol csak tehetjük, használjuk a billentyű parancsokat, mert látszik, hogy milyen gyorsan lehet a segítségével dolgozni. Hát, tulajdonképpen minden kitűzött célunkat elértük, más csak igazándiból ezt a tartóoszlopot kellene megszerkesztenünk, de hát igazándiból ez nem egy nagy feladat. Hoppá! Persze, hogyha elég ügyes az ember. Na, vissza is húzom, mert most nem olyan jó volt a nézet. Ugye eddig a pontig, élig snappeljük, és akkor már is megvan a tartóoszlopunk is. A drótváza, hát jobban mondva a főbb méretei takart nézettel dolgozunk, de a főbb nézetei geometriája a házunknak kikészült, én készültem ki, a házunk az elkészült, és igazándiból már csak a színezés és a finom hangolás maradt hátra. Legyetek velem a következő videóban is, kitartás!